a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Kertbarátok. 2015. április 8-án szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunkat a Csíkmadarasi Garden projekt támogatja. Ma az ehető és mérgező gombákról beszélgetünk, közben néhány időszerű tennivalóra hívjuk fel a figyelmet. Ezt kínáljuk mára, ha idejük engedi, tartsanak velünk. Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Itt van körünkben Málnási András, a Marosvásárhelyi Málnási László Gombász Egyesület elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Elnök úr, milyen gomba gyűjthető ebben az időszakban? Megjelentek már a tavaszi gombák, és ezután is folyamatosan jelennek meg a tavaszi gombák, úgyhogy érdemes kimenni a természetbe, és megkezdeni a gombagyűjtést, mert tulajdonképpen most kezdődik a gomba szezon. Ilyenkor találkozhatunk piros csészegombákkal, amit mostanában osztrák csészegombának is hívnak. Ez a piros csészegomba egy apró, pici gomba, ami elhaló fa ágakon, korhadó fa ágakon jelenik meg. Nagyon szép mutatós kis gomba. Sajnos, hogy tápértéke nincs, különösebb gomba íze sincs, viszont lehet alkalmazni, lehet használni saláták díszítésére, vagy más gombás ételek díszítésére. Ezen kívül megjelenik már a cseh kucsmagomba, ez a kucsmagombák közül az első gombafaj, ami megjelenik. Ezek ilyen bokros, erdőszéli helyekbe, vízmosásokba, bizonyos helyekbe, egy nagyon ízletes gomba, és érdemes elmenni, keresgélni. Igaz, hogy nem mindenhol lehet rábukkanni erre a gombára, de érdemes keresgélni és megtalálni azokat a helyeket, ahol lehet kapni. Ezután jelenik meg aztán az ízletes kocsmagomba, amelyik szintén egy nagyon érdekes, nagyon finom, jó ízű gomba, tekintettel arra, hogy a belső ürege van, hát a belső üreget lehet tölteni, és finom gombás ételeket lehet belőle készíteni. Itt kell vigyázni, hogy nehogy összetévessze az ember a redős papsapka gombával, vagy az óriás papsapka gombával, amik ugyanebben a periódusban jelennek meg, viszont a kettő között akkor lehet a különbséget felfedezni, hogyha hosszant irányba kettő metszi az ember. A kucsmagombáknak a belső ürege az egybe van, egyöntetű belső üreget képez a tönk és a gombák
gomba kalapja, úgynevezett kocsmája, a redős papsakkal gombánál pedig ilyen apró kis kavárnák vannak, apró kis részekre bomlik fel ez a belső üreg, és ez tulajdonképpen a megkülönböztető jel, hogy nehogy összetévesszük az ízletes kocsmagombákat a mérgező papsakka gombafajokkal. Szintén ilyenkor jelenik meg a tövisalja gomba, ez a szilvafélék gyökérkapcsolt gombája, ott kell keresni szilvafélék galagonya és hasonló cserjék vagy fák körül kell keresni. Itt is felmerül egy veszély, mindannak ellenére, hogy tavasszal nagyon kevés, hál' Istennek nagyon kevés mérgező gomba van, de azért kell vigyázni a tövisalja gombaszedőknek, nehogy a tavaszi döggombával tévesszék össze. Itt kell figyelni arra, hogy milyenek a gomba lemezei. A tövisalja gombának világosabb, húsvöröses lemezei vannak, és a kalapja fényesen szürkés barnás, a tavaszi döggombának pedig a lemezei is szürkések, feketések, barnásak, és a kalap színe is eltér, mert általában sötétebb, mint a tövisalja gombának. Akkor a tavasz talán legízletesebb gombája, amit én annak tartok, a májusi pereszke. Ezt is erdőszéli bokrosokba kell keresni. Szerencsére ennek nincs mérgező hasonmása, úgyhogy lehet őket bátran gyűjtögetni, és érdemes is gyűjteni, mert kimondottan jó aromájuk van. Arról lehet felismerni, hogy erősen lisztszagú, mint hogyha az ember egy malomba járna, és azt a frissen őrölt lisztnek a szagát érezné vissza a gombából. Akkor nem sokára, jó esős idő után megjelenik az mezőkön a mezei szegfűgomba, amit azt hiszem, hogy majdnem mindenki ismer, mert ezt egy időben, amikor a piacokon lehetett gombát árusítani, akkor ilyen halmokba árulták, és vagy kis csomókba, és úgy árulták. Ez nagyon ízletes, nagyon finom gomba, többféleképpen fel lehet használni, és amikor egy kiadós ilyen tavaszi eső van, akkor tömegesen jelenik meg a legelőkön, kaszálókon. Azokat a helyeket kell keresni, ahol a fű sötétebb, vagy dúsabb, és jobban fejlett a fű, és ott csak nem minden ilyen helyen, több méteres körzetbe meg lehet találni ezeket a kis apró május kis apró mezei szegfőgombákat. Érdemes érte hajlongani, mindannak ellenére, hogy kis termetű gomba, vékonyka gomba, de nagyon ízletes, és mondom, hogy sokat lehet találni egy helybe, úgyhogy az ember azt is mondhatja, hogy 2-3 marék gombát megszed egy ilyen kis gombatelepről. A szegfűgombánál számít az, hogy csak a kalapját gyűjtjük, vagy a tönkjét is? Mert van olyan, aki csak a kalapját gyűjti. A tönkje nem ehető? A tönkje az nagyon szívós, és ez is az egyik nagyon fontos ismertetőjegye, hogy alig lehet a tönköt a körömmel lecsípni, illetve a tönkről lecsípni a kalapot, és ez egy olyan ismertető jel, aminek alapján meg lehet különböztetni a mérgező parlagi tölcsérgombától, aminek a tönkje az sokkal puhább, nem ennyire rugalmas, szívós, mint a mezei szegfűgombának.
A mezei szegfűgombának a lemezei is nagyon ritkán állóak, a parlagi tölcsérgombáé pedig aránylag sűrűn állóak, és kissé lefutnak a tönkre, amíg a mezei szegfűgomba lemezei teljesen felhajolnak, sőt, amikor az idősebb példányok mondjuk úgy, hogy kiterülnek, akkor olyan, mondjuk, hogy virágra hasonlít a gombakalapja, éppen ezért is nevezték szegfűgombának, mert akkor a lemezei felkanyarodnak, és van olyan eset, amikor a lemezek vízszintesen állnak, illetve a vízszintesből függőleges pozícióba kerülnek. Elnök úr, a tavaszi gombákat lehet-e konzerválni? Egyáltalán érdemes-e? Érdemes konzerválni, nagyon jól száradnak például a kucsmagomba, félék a tövisalja gomba is, és a májusi pereszke, valamint a mezei gomba, mezei szegfű gomba is, amiről mostanig szó volt. Ezek mind jól konzerválhatók, különböző metódusok vannak, módozatok vannak, amire most nem térünk ki, mert gondolom, hogy lesz majd egy olyan adás is, ahol a gombák konzerválásáról bővebben lehet majd beszélni. Én most azzal folytatnám, hogy a zöldséges kertekbe, akiknek zöldséges kertjük van, tehát kertbarát műsorban most érdemes erről beszélni, nagyon sok helyen megjelenik a gyapjas tintagomba, amik feltúrják a földet, és nagyon szép gomba bújik ki az ágyások közül, úgyhogy hamarabb lehet a termést gyűjteni a murók petrezselyem ágyásokból, mint a murkot vagy a petrezselyemet, és nem kell ezeket a gombákat mellőzni, sőt, érdemes gyűjteni, mert nagyon sok finom gombás étel készíthető belőle, azon kívül pedig gyógyhatású gomba is, koleszterin csökkentő, vérnyomás szabályozó, és még nagyon sok jó tulajdonsága van, tehát gyógyhatású gombák közé sorolják. Ez az a gomba, amiről sokan azt hiszik, hogy nem szabad alkohollal együtt fogyasztani, tekintettel arra, hogy tintagomba. A tintagombákat általában nem szabad alkohollal együtt fogyasztani, mert akkor komoly mérgezést okozhat, már olyan szempontból komoly a mérgezés, hogy nagyon megijeszti az embert, mert olyan tünetek jelentkeznek, izzadás, halálfélelem, a bőr kivörösödése, és ezek olyan tünetek, amitől nagyon megijed az ember, viszont a gomba mérge az nem hosszú lejáratú hatású, hanem 2-3 óra múlva a gombamérgezés magától megszűnik. Na de mégis nagyon kell vigyázni arra, hogy a gyapjas tintagomba helyett nehogy más tintagombát szedjünk. Érdemes a gomba szakirodalmat ilyen szemszögből tanulmányozni, és az összehasonlítani a gyapjas tintagombát mondjuk a kerti vagy a ráncos tintagombával, mind a mellett, hogy nagyon nagy a különbség a két vagy három tinta gombafaj között. A tintagombák honosak itt a mi erdeinkben, itt Marosvásárhely környékén? Tintagombák mindenhol megtalálhatók. A blokknegyedi parkokban, füves helyeken, azon kívül az útszéli árkok, sáncok mentén, erdőszéleken. A tintagomba egy nagyon elterjedt gombafaj, tavaszi gombafaj, ami aztán később is megjelenik, de a májusi hónap mondjuk az, amikor a tintagomba inkább seregesen jelenik meg, május-június eleje, és akkor érdemes gyűjteni. Ez az a gomba, amit nem lehet konzerválni, mert nagyon hamar romlásnak indul.
Végül elfolyósodik a gomba, és igazi tinta gomba lesz. Na most ezzel a gombával, a gyapjas tinta gombával és a más tinta gombákkal is kapcsolatosan van egy érdekes dolog, hogy tulajdonképpen régebb ebből készítették a tintát, és még a mai nap se mellőzik, mert ezeknek a gombáknak a spórája, ami tulajdonképpen ebbe a sötét színű, milyen cseppfolyós állapotba került gombából megmaradnak a spórák, és hogyha ezt keverik a tintába, akkor a grafológusok, és nem csak a grafológusok, hanem vegyi úton is meg lehet határozni a tintának az összetételét is, így a hamisítás, tehát egy hamis aláírás analízise, elemzése sokkal könnyebb, és meg lehet állapítani, hogy az az aláírás hitelese, vagy pedig hamis, éppen a tintagombos spóráinak az útján. Hamarosan további fajokról beszélgetünk Málnási Andrással, a Marosvásárhelyi Málnási László Gombász Egyesület elnökével. Most viszont tartunk egy kis zenei pihenőt, majd folytatjuk műsorunkat. A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorát hallgatják. A következő percekben néhány tennivaló, amire április elején érdemes odafigyelni. Savastalajon fokozódik a paradicsom virágainak rothadása. Ez ellen használ, ha idejében ellátjuk mésszel a talajt. A túltrágyázott föld is rothadást okozhat. Trágyázás előtt végezzünk talajpróbát. Kedvező időjárás esetén lehet kezdeni a sáfrányfű, kortvirág és lilium ültetését vízáteresztő talajba. Ne feledjük azonban, hogy a fagyra érzékeny hagymákat hideg éjszakákon fólia vagy rőzsetakaróval védeni kell. Ha a kertből nárcisz szedünk a vázába, ajánlatos kesztyűt használni, ugyanis a virágszárak bőrirritáló anyagot tartalmaznak. Védekezhetünk úgy is, hogy bekenjük a kezünk valamilyen nagyon zsíros kézkrémmel. Aki saját maga szeretné szaporítani a csodálatos, télen virágzó hunyort, gyűjtse össze magvait, mihelyt feketére színeződnek, majd azonnal vesse is el a szabadban. Ha eltesszük a magukat, pihenési időszakba lépnek, ezért csökkenni fog a csírázási arány. Ha a zöldségek az ágyásban rövid idő után már szorongatják egymást, ezt megsínyli az érési idő és a termés minősége. Ezért érdemes már az ágyások beültetésekor vigyázni a helyes növénytávolság betartására. Aki cukkinit, dinnyét, tököt vagy uborkát akar termeszteni a kertjében, az egy négyzetméter felett kell számoljon növényenként. Kevesebb helyet foglalnak, ha gyorsan fejlődő növények, ha karókra vagy kapaszkodó állványra felfuttatjuk és rendszeresen felkötözzük. A cukkinit már vethetjük a szabadba, a dinnyét, tököt és uborkát csak májusban ültetjük ki. Elültethetjük tápanyagban gazdag földdel megtöltött cserepekbe a dália és rózsanád gumóit. Az előhajtatáshoz egyenletes nedvességre és a házban egy világos, meleg helyre van szükség. Májusban lehet kiültetni a szabadba. A különféle trágyákon és tápoldatokon kívül használhatunk gombákat is a dísz, a balkon és a szobanövények növekedésének serkentésére.
A talajgombák megtelepednek a növények gyökerén, és növelik azok víz- és tápanyag felvevő képességét. A póréhagyma és metélőhagyma magvait vetés előtt vegyítsük össze nedves homokkal, és két napig hagyjuk szobahőmérsékleten állni egy műanyag tasakban. Azután vessük el a szokott módon sorokban a homokkal együtt. A termesztett gyermeklánc füvetésére április végéig kerülhet sor egy napsütötte széltől védett ágyásban. Javasolt vetési mélység 1 cm, a csirázási idő 3-4 hét, 6 hét után ültessük át végleges helyére. Az aszpirin jól ismert hatóanyaga, az acetilszalicilsav megakadályozza, hogy a penészgombák megtámadják az érzékeny paprika palántákat. A magvakat legalább egy napig áztassuk aszpirines vízben, így megbízhatóan és jóval hamarabb fognak csírázni, mint a kezeletlen vetőmagvak. Ráadásul a palánták szára is sokkal erősebb lesz. A tavasszal virágzó bokrokat csak elvirágzás után vágjuk vissza, ha hamarabb nyúlunk az ollóhoz, ebben az évben gyenge lesz a virágzás. Új rügyek majd csak nyáron és ősszel fognak ismét kialakulni. A hosszú életű virágnövények az évek teltével gyengébben virágoznak, mert kiöregednek. Ezért érdemes több éves időközönként ilyenkor tavasszal kiásni és szétosztani. Csak a legerősebb és legfiatalabb gyökérrészeket ültessük vissza ugyanarra a helyre. Ha bokrot vagy fát vásároltunk és kertünket szeretnénk velük díszíteni, ásunk jó nagy ültetőgödröt, amelyben a gyökér vagy földlabda kényelmesen elfér. Töltsük fel laza, finom szemcséjű, humuszban gazdag földdel. Elültetés után a csemetét azonnal öntözzük meg bőségesen. A szabad gyökerű bokrok ágait vágjuk vissza egy vagy kétharmad hosszal, mert így jobban begyökereznek. A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Fél egy lesz egy perc múlva, köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk Málnási András, a Marosvásárhelyi Málnási László Gombász Egyesület elnöke. Ma az ehető és mérgező gombákról beszélgetünk, ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Elnök úr, a fántermő gombák közül milyen ehető gombát gyűjthetünk ilyenkor tavasszal? Ilyenkor tavasszal megjelennek már a fákon is az ehető gombák. A téli fülőke az már elmúlt, szintén egy fántermő gomba, de annak a termőideje lejárt, egész télen lehetett szedni, az is egy nagyszerű ehető gomba, viszont most a nagyobb méretű gombákra kell figyelni. Ide tartozik a pisztric gomba és a sárga géva gomba, amiből a szerencsésebb gombász jó nagy telepekből hamar megtöltheti a kosarát, és érdemes is ilyenkor nem csak a földet nézni, hanem a fák törzsét is, mert gyakran előfordul rajta a pisztric gomba, még a gyümölcsösökben is, diófán például elég gyakori a pisztric gomba, és aki ismeri, és aki szereti a fántermő gombáknak az aromáját, azoknak igazán érdemes gyűjteni. Ezeket a gombákat is lehet konzerválni, szárításra nem alkalmasak, viszont lehet abálni, főzni, és úgy aztán eltenni befőttes üvegekbe, vagy pedig nájlonzacskóba, mélyhűtőbe. Nagyon jól lehet, amit aztán később elő lehet venni. Innen folytatjuk, de hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Halló, jó estét, jó napot kívánok! Szerdából hívom, György vagyok. Üdvözlő. Szeretnék a tanyámon lévő kis kertbe gombát tenyészteni. Milyen formában lehet, tehát hogy próbálkozzak, ezt szeretném megtudni öntől. Meghallgatom a rádióba. Köszönjük szépen! Köszönöm. Hogy kezdjen az úriember a gombatermesztéshez, ha tudunk tanácsot adni?
Hát elsősorban olyan könyvet kell vásárolni, ami bele van írva a gombatermesztés. Azon kívül, hogyha internetes hozzáférhetősége van, akkor onnan nagyon sok jó tanácsot lehet kapni. Elsősorban kell egy olyan helyiség, ahol tudja biztosítani a megfelelő hőmérsékletet, megfelelő nedvesség tartalmát a levegőnek, és akkor be kell szerezni a gombacsirát, amit a kereskedelemből, tehát már a gombatenyészetekből, gomba kereskedőktől be lehet szerezni, és neki kell fogni. Sok gyakorlat kell hozzá, és nagyon sok figyelem, de érdemes neki fogni, mert az egy jövedelmező ágazata ennek a gombatermesztésnek, már sokkal jövedelmezőbb, mint hogyha elmegy az ember gombát szedni az erdőbe. Valamilyen fajta gombát termeszthet kertben, mert mondta, hogy kertje is van. Vagy kimondottan csak a csiperkét, meg laska gombát, a termeszthető gombát. Kertbe csak olyan időszakban lehet gombát termeszteni, amikor annak megfelelő körülményeket tud biztosítani a természet. Ez nagyon ritka eset, úgyhogy nem ajánlatos kertbe gombát termeszteni. Újabb hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Jó napot! A lejlábú gomba állatokra veszélyese. A milyen lábú? A mérgező van a fej. Piros a tetejel, szóval a fehér kötyök vannak, a mérgező gombák közé tartozik. Veszélyes állatokra. Hogy az állatokra veszélyes-e? Igen. Mondjuk a választ. Hát igen, van, attól függ, hogy milyen állatról van szó, mert például a hideg vérű állatok, már úgy értem, hogy a csiga, a bogarak, a rovarok, azok... azoknak nem árt a gomba, így a nagyon sokszor találkozik az ember a halált okozó gyilkos galócával, ami viszont csigarágot, vagy esetleg valami rovarok támadták meg. A melegvérű állatoknak bizony van, amelyik gomba megárt. A juhokra? A juhokra, szarvasmarhára? A juhoknak kevésbé, nem vagyok nagyon informált ebben a témakörben, és nem tudok egészen pontos választ adni, ezt talán egy állatorvos jobban meg tudná mondani, mert ők tanulják ezt, és tudják, hogy milyen gomba hat. Éppen úgy, mint ahogy az orvosok képzést kapnak az egyetemen arról, hogy a mérgező gombáknak milyen tünetei lépnek fel, éppen így az állatorvosok is kiképzést kapnak ilyen vonatkozásba. De az állatok ösztönösen nem eszik meg a mérgező gombát. Vagy igen? Hát több mint valószínű, hogy nem, mert például a mókusok, egerek, mezei egerek, azok is nagyon nagy gombafogyasztók, és még nem hallottam arról, hogy emiatt pusztult volna ki egy állatfaj. Elnök úr, bármilyen fán teremhet a fántermő gomba? Már gondolok így gyümölcsfára, vagy bármilyen más fán? És ha terem, akkor ehető bármilyen fáról? Hát a fákat sajnos megtámadják ezek a gombák, amik a fának a pusztulását okozhatják, fehér korhadást, barna korhadást. Ez érvényes a gyümölcsfákra is, úgyhogy az ehető gombák közül most a pisztric gombáról és a sárga géva gombáról volt szó, ami szintén majdnem minden fajon megtalálható. Az egyiken több, kedvezőbb körülmények, kedvezőbb tápanyagféleséget tud felvenni, a másikról kevesebbet, de majdnem minden fajon megtalálhatók ezek a gombák. Nagyon sok ilyen taplóféleség van, amivel mindenki találkozik, aki az erdőt járja, nem ehető gombák, amiknek viszont esetleg a gyógyhatása miatt
amikre a gyógyhatása miatt kell felfigyelni, és akik ismerik ezeket a gyógyhatású gombákat, azok gyűjtik is. Fántermő mérgező gomba van? Fántermő mérgező gomba nagyon kevés van, tehát elhanyagolható, azt is mondhatjuk, hogy fántermő mérgező gomba nincs, viszont azt is kijelenthetjük, hogy a fántermő gombáknak nagy része gyógyhatású gomba. Fél egy után 7 perccel hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Hallgatjuk a kérdését. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy a róka gomba mikor jelenik meg, és van-e mérgező hasonmása? A rókagomba általában júniusban jelenik meg a mi környékünkön, és akkor július első részében van egy nagy rókagomba szezon, tehát én ezt mondom, hogy általában, mert a természetnek a természeti körülményektől is függ, és akkor van egy megint ilyen periódus ősszel, amikor egy másik rókagomba faj jelenik meg, tehát amit úgy hívunk mi, hogy őszi rókagomba, a latin elnevezése az persze, hogy különbözik a kettőnek. Mint legtöbb elhető gombának, a rókagombának is van hasonmása, és mivel tévezhető össze a rókagomba, elnök úr? A rókagomba a világító tölcsérgombával tévezhető össze, amelyik szintén ilyen rókaszínű tulajdonképpen, kicsivel sötétebb és élénkebb színe van, mint a rókagombának. A lemezei is nem olyan rücskösök, mint a rókagombának, hanem szép, egyenletes, sima, lefutó lemezei vannak, és az előbb említettem, hogy kevés mérgező gomba terem faanyagon, viszont ez a gomba, a világító tölcsérgomba csak faanyagon terem, tehát korhadó fatönkökön terem, és az a gombász, aki ismeri a rókagombát, korhadó fatönkről sohasem szed gombát, tehát nem tévesztheti össze a rókagombával. Elnök úr, említettük, hogy jó, hogyha nem szennyezett környezetből gyűjtjük a gombát, de az utóbbi időben elég sokat hallunk arról, hogy a biza az erdők is szennyezettek. Mi a teendő ebben az esetben? Hát nézzük természet... meg, hogy honnan gyűjtsük az erdőben is? A természetjárók, akik a város vagy települések
benletti erdőket, mezőket járják, megbizonyosodhattak arról, hogy sajnos mind jobban szennyeződik az erdő, házi szeméttel, különböző ipari hulladékokkal, amit az emberek, akiket mondjuk nem is szabadna embereknek nevezni, hogy kihordják a természetbe a szemetet, és ott hagyják. Na, ezeknek a lebomlásából különböző vegyi anyagok kerülhetnek a talajba, és én nem ajánlom, hogy ilyen szeméttelepek környékéről szedjen az ember gombát. Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Halló! Hallgatjuk a kérdését. Igen. Jó napot kívánok! Ez gyakorlom, tessék. Azt szeretném megkérdezni, hogy nekem is falun a kertbe, a veteményes között rengeteg ilyen nagy csoportos gomba nő ki úgy május vége, fele június, de sok-sok-sok, majdnem az egész területen olyan forma, mint a, ez a fehér nagy, hogy mondják ezt az ehetős. Csiperke? Csiperke. Olyan forma, mint a csiperke, de nincsen neki egyenes a kalapja, és olyan szürkés, ahogy mondta az elnök úr, a lemezze, de rengeteg van. A kertbe is, már a szilvafák körül is van, de itt a veteményesben, ami már még nem volt beültetve, hát tele volt az egész helység, azt nem tudom, hogy milyen. Hát így a leírás alapján én se tudom meghatározni ezt a gombát, azt föltétlenül kellene látni, és nem tudom, itt tetszik lakni valahol a környéken? Hát igen, az állójában, de falun van nekem a kert, és ott van rengeteg, és ha amikor terem, ha leszedem, hova lehet vinni, hogy megnézzék, mert én kérdeztem a szomszédoktól, és azt mondták, hogy nem jó, nem jó, de mondom, hát nézd meg, pont olyan, mint a másik, és azt mondták, hogy nem, az nem jó, és akkor nem szedtem le persze, de úgy, hogy tetszett mondani, hogy még az ágyások között is kibújik. Itt Marosvásárhelyen a Málnási László Gombász Egyesületnél be tudják vizsgálni, ugye, elnök úr? Igen, tehát mindenképpen tessék egy pár ilyen gombát behozni, de úgy, hogy tönköstől úgy, hogy kiemeli a földből, tehát nem csak a kalapját, és akkor meg tudjuk vizsgálni. A Málnási László Gombász Egyesületnek van 8 gomba szakellenőre, akik ezeket a gombákat megvizsgálják. Ha jól értettem, akkor az alléján tetszik lakni. Igen. Én is az alléján lakom, úgyhogy hozzám el lehet. Istenem a családom. Hozzám... Évának az édesanyja vagyok. Kinek? Évának. Na, akkor... Akkor, ha ismerik egymást, tudunk találkozni, és bármikor megvizsgálom ezt a gombát, és akkor megmondom, hogy szerencsés helyzetben van-e, vagy pedig a gombákat ki kell írtani. Jó, köszönjük szépen, viszont köszönöm. Elnök úr, számít-e az, hogy hogyan gyűjtjük a gombát? Hát a gombát mindenképpen kosárba kell gyűjteni azért, hogy a nylon zacskóba gyűjtött gomba ne, az befülled, és összetörik, ez az egyik kitétel, a másik pedig nem szabad a gombát úgy gyűjteni, hogy kitépjük a földből, és bedobjuk kosárba vagy nylon zacskóba. Elsősorban azért, mert a gombatelem megsérül, és nem tud aztán reprodukálni később. Másodszorban azért, mert a föld, ami bekerül a gombák közé, az bekerül a gomba lemezei közé, és sokkal nehezebben lehet tisztítani a gombákat. Mi történik akkor, hogyha felrúgnak egy gombát? A gombákat azért nem ajánljuk, hogy rúgdossuk a gombát, ugye? Igen. A gombákat ne rúgjuk fel, mert a gomba is egy része a természetnek, biztosítja a természet biológiai egyensúlyát, tehát a gombákat hagyjuk a termőhelyüken, ott, ahol vannak, nyugodtan, hogy végezzék a dolgukat, mert nekik is megvan a természetben a megfelelő dolgok, amit el kell végezzenek, tehát az bizonyos
anyagok lebontása, és mindenképpen ott kell hagyjuk a gombákat az élőhelyükön, még akkor is, hogyha feltétlenül biztosak vagyunk benne, hogy az mérgező gomba. Szobátai zöld erdőben születtem, anyám sem volt, mégis fölnevelődtem. Úgy nőttem fel, mint a réten a csipke rózsa, volt szeretőm, bár soha se lett volna. Kocsmáros néj, de savanyú a bóra, olyan, mint a valóságos vadalma. Kocsmáros néj, cukrozza meg savanyú borra, adja nékem ráadásul a lányát. Kocsmáros néj, cukrozza meg savanyú borra, adja nékem ráadásul a lányát. Ildikótól e-mailben kaptuk a következő kérdést. Miért ritka a róka gomba és a keserű gomba Marosvásárhely környékén? Hát elsősorban azért, mert mondjuk, hogy nem felelnek meg már az életkörülmények, de nagyon hozzájárult az is, hogy a gombászok nagy előszeretettel gyűjtették hosszú időn keresztül, és akkor vagy a gombatelep sérült meg, vagy pedig a gombaspórák, tehát a leszedett gombák spórái már nem tudtak szétszorodni a környéken, és így aztán szép lassan kihaltak a gombák. Elnök úr, a mérgező gombát, vagy az ehető gombát a mérgező hasonmásától nehéz megkülönböztetni? Nagyon nagy szakértelem kell ahhoz? Vagy egy olyan, aki csak alig ismeri, az meg tudja különböztetni? Tehát a gombát nagyon jól kell ismerni ahhoz, hogy meg tudja különböztetni a mérgező gombát az ehetőtől bármelyik gombagyűjtő. Ez mondjuk, hogy megvan oldva azoknál a gombagyűjtőknél, akik a gombát kereskedelmi célokra szedik, tehát árusítják a gombát, tehát vagy a gomba begyűjtőknél, vagy pedig az út mellett árulják nagy halmokba. Ott a minimális lehetősége ahhoz, hogy annak, hogy össze lehessen, hogy azok közé, a gombák közé mérgező gomba kerüljön. Az amatőr gombász viszont sokat kell tanuljon ahhoz, hogy megismerje a gombákat, hogy nehogy összetévessze őket, és elkerülhető legyen a gombamérgezés. Mennyire bízhatunk az olyan gombászokba, akik házalnak és kínálják a gombát? Tehát a gombát meg lehet vásárolni, de feltétlenül be kell mutatni egy gombaszakellenőrnek, mert nem érdemes reszkírozni. Szintén sokat beszéltünk erről a kérdésről, de egyik hallgatónk napokkal ezelőtt e-mailben megkérdezte, hogy az ehető gomba kereszteződhet-e a mérgező gombával. Semmiképpen sem. Erre nagyon rövid a válasz. Mert az almát sem lehet keresztezni a kukoricával, ugye azt szoktam mondani. Igen, az elnök úr. Ha mondjuk mérgező gombát fogyasztunk, vannak ennek előjelei, vagy ez fajtája válogatja? Vannak olyan gombák, amiknél a tünetek nagyon korán 20 perc, fél óra múlva jelentkeznek. Ezek nem olyan súlyos gombamérgezések, mert hamar meg lehet szabadulni a méreganyagtól, különböző metodusokkal, vagy pedig a kórházban. Viszont vannak olyan gombamérgezések, amik nagyon későre jelentkeznek. Az első tünetek egy nap, vagy másfél nap után is jelentkezhetnek, például a gyilkosgalócánál ezek a gombamérgezések a veszélyesebbek, sőt halálos kimenetelőek is lehetnek. A Málnási László Gombász Egyesület időnként szokott gombagyűjtési túrát szervezni. Már beindultak most tavasztal ezek a túrák? Most kezdődik az első gombatúra, a gomba évnyitónk Teremi Újfaluban. Szombaton lesz az első gombatúránk. Ez egy elsősorban az Egyesület tagjai számára van ez a gombász gombatúra, de bárkit, aki
tagja szeretne lenni egyesületünknek, szívesen látunk a gombatúrán. Teremi Újfaluba van a Falu Múzeum előtti parkolóba a gyülekező szombaton reggel 9 órakor. Tehát mindenki, aki szeretne az egyesületünk tagja lenni, szívesen látjuk. Most éppen milyen gombára mennek? Hát mi Kusva gomba túrának nevezzük. Ezt a túrát a Cseke Péter emlékére, néhai gombásztársunk emlékére rendezzük. Aztán majd kiderül a helyszínen, hogy lesz vagy nem lesz kucsmagomba. Minden esetre ez lesz a gombászok első találkozója. A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. Lesz 5,5 perc múlva. Kedves hallgatóink, a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50-es vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég fenyédi vagy csíkmadarasi üzleteiben. Két hete azt kérdeztük, hogy milyen családba tartozik a deres csenkesz, a helyes válasz perjefélék. 11 hallgató küldött megfejtést, minden játékos helyes választ adott. Nézzük, hogy ki nyeri az 50-es vásárlási utalványt. Elnök úr, a 11 cetliből megkérem sorsoljon. Keresztes László marosvásárhelyi hallgatónk a szerencsés, őt a műsor után felhívjuk telefonon, hogy megbeszéljük, hogyan jut a nyeremény birtokába. A mai kérdésre a válaszokat levélben és e-mailben várjuk április 17-éig. Aki csak a helyes választ küldi és nem mellékeli az elérhetőségeit, nem vesz részt a sorsoláson. Mondom a kérdést. Mikor virágzik az orvosi angyalgyökér, tudományos neve Angelica Archangelica? A. június-július, B. július-augusztus, C. május-augusztus. Megismételem a kérdést. Mikor virágzik az orvosi angyalgyökér? A. június-július, B. július-augusztus, vagy C. május-augusztus. Lassan műsorunk végéhez közeledünk. Málnási Andrásnak, a Marosvásárhelyi Málnási László Gombász Egyesület elnökének megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Műsorunkkal legközelebb április 22-én jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben. Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@
marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor Málnásról jelentkezik vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című élőhelyszíni műsorunk, szerkesztője Tóth Béla lesz. Vasárnap 15 órától a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei erdőfülére kalauzoljuk hallgatóinkat. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Kaffa István Árpád volt, nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra. Nagyon hamar öregszik. Ha sokat jár a szája, ráncos lesz a rózsa vingos kurcája. Az idő már elszalad, minden asszony szép maga. Csak az, aki beszegszik, egyedül csak az az asszony öregszik. Az idő már elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki beszegszik, egyedül csak az az asszony öregszik. Maradjon, csak maradjon, békességben az asszony, mert ha perel meg kékül, a duzzogó asszony hamar megvédül. Az idő már elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki beszegszik, egyedül a mérges asszony öregszik. Az idő bár elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki beszegszik, egyedül a mérges asszony öregszik. Elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki beszegszik, egyedül a mérges asszony öregszik, az idő bár elszalad.